Köszöntöm a kedves nézőket, önök legújabb híradónkat látják. Bajsán falunapot ünnepeltek, és annak keretében átadták rendeltetésének az új medencét. A feszített víztükrő korszerű medencét 2017-ben kezdték el építeni, és fázisokban készült el. Átadását már tavaly tervezték, de a járványhelyzet miatt mostanra tolódott az avató ünnepség. Latkovics Károly, a helyi közösség tanácselnöke, Pásztor István, a tartományi képviselőház és a VMS elnöke, Szatmári Adrián, Topolya község polgármestere, valamint Zsemberi János, helyi vállalkozó avatta fel ünnepélyesen az új medencét, melyet azt követően birtokba is vettek a fürdőzők. Itt vagyunk Bajsán, ahol falunapot ünnepelnek, és a falunapi rendezvény sorozat keretében egy nem mindennapi eseményre is sor kerül, mégpedig a helyi medence átadására. Szatmári Adrián polgármesterrel beszélgetünk. Azt hiszem, hogy egy több éves projektumról van szó, ami most a befejezéséhez ért. Engedjék meg nekem, hogy elsősorban megköszönjem a mai rendezvénynek a szervezőjének, a bajsai helyi közösségnek, hogy lehetővé tett a polgárok számára azt, hogy találkozzonak, és hogy méltó módon megünnepeljék a bajsai falunapot. A falunap keretein belül egy projektumnak a befejezéséről is hírt adhatunk. Megnyílik a bajsai medence. Ez a projektum, ahogy mondta is, három fázisban készült el, három költségvetési évben választottunk ki eszközöket abból a célból, hogy meg tudjuk valósítani ezt a projektumot. Ma pedig a bajsaiak és minden ide látogató számára nyitva áll az a medence, és a meleg nyári napokon tudják majd a polgárok birtokba venni és használni ezt a medencét. Én úgy gondolom, hogy a helyi közösség és az önkormányzat között az együttműködés az nagyon jó, és amint már többször ezt említettem, az erős önkormányzat erős helyi közösségekre kell, hogy épüljön. Bajs esetében is úgy gondolom, hogy egy kiváló vezetést ismertünk fel, és ezeknek az embereknek az elkötelezettségének köszönve tudott ez a projektum is megvalósulni. Talán nem túlzás úgy fogalmazni, ugye, hogy a topolyai község mostanára a fürdő komplexumok községévé válik, illetve Lassacskán, ugyanis hát működik a pacséri gyógyfürdő, átadták a közelmúltban a Bácskos útfalvét, tehát a moravicai rekit, itt most átadták már a bajsai medencét, és hát Topolyán is jó tempóban épül a régi Vénusz helyén a fürdő komplexum. Ez így van, azonban a gyakorlat azt mutatja, hogy mindenre igény van, igény mutatkozik. A tavalyi évben különösen, amikor nem tudtunk külföldre utazni, akkor ezek az idegenforgalmi helyszínek nagyon keresettek voltak, és Szerbia egész területéről érkeztek ide hozzánk Topolya községbe a látogatók, úgyhogy én azt gondolom, hogy további fejlesztésekre van szükség. A pacséri termálfürdő már jól működik, a Bácskos útfalvi reki is már működik, Bajsát most tudtuk megnyitni, a Topolyai medencének pedig az első fázisa az az idei év végén kell, hogy befejeződjön, a következő évben pedig majd folytatni szeretnénk az építkezést. A második fázis az a medence technikát, a hűtés-fűtés technikát és az építészeti finom munkálatokat öleli fel. És hát arról sem szabad megfeledkezni, ugye, hogy az egyik legkedveltebb desztináció a topolyai tópartja, ott is rendezett környezet várja az odaérkezőket. Ez így van, Topolya község önkormányzat az idejében 10 millió dinárt választott ki a közmunkaprogramra. A közmunkaprogramot a Kongrát közvállalaton köröztül bonyolítsuk le, és négy személy folyamatosan azzal van megbízva, hogy a tisztaságról gondoskodjon a topolyai tópartján és annak környékén. Hétvégenként itt is nagyon nagy számban várjuk a látogatókat, és hát ez az egyik Topolyának igazából ez a gyöngyszeme. Én úgy gondolom, hogy itt is további fejlesztéseket fogunk kieszközölni. Szeretnénk befejezni az autós kempinget belátható időn belül, szeretnénk építeni egy sétányt a tópartnak a nyugati partján, és mindezek a fejlesztések biztos, hogy nagy mértékben hozzá fognak járulni ahhoz, hogy még többen látogassák meg Topolyát és Topolya községet. Lackovics Károllyal, a bajsai helyi közösség tanácselnökével beszélgetünk, és hát befejeződött ez a sok éves projektum. Egy nem kis összegű beruházásról van szó. Igen, lehet, hogy a pontos összeget sose nem tudjuk meg, mivel itten nagyon-nagyon sok segítséggel és olyan munkákkal is találkoztunk, ami valószínű, hogy valószínű nem lehetett megfizettetni. A számítások azt mondják, hogy ez a medence 60-65 millió dinárba került, 2017-ben kezdtük építeni, három szakaszba
történt az építkezés, és nagyon-nagyon sok problémával találkoztunk, de a látszat most megpihentett bennünket, és talán mindenkit, aki jó indulatú, elfogadja, hogy ez egy nagyon nagy munka volt, és egy ilyen kis közösségnek egy hatalmas dolog fejlődés szempontjából, és mindenféleképp. Bajsán 1956 óta volt medence, kisebb utána nagyobb, 10 évig nem volt medencénk, most visszajövünk a régire. Tehát Bajsán volt medence, és most van megint. Kristálytiszta vize van ennek a medencének, és az egyik fázis befejeztekor itt megmutatták azokat a korszerű, nagy kapacitású szűrőberendezéseket, melyek a garanciát szolgáltatják abból a szempontból, hogy a jövőben is ilyen kristálytiszta lesz majd a vize. Igen, technikailag én pontosan nem tudom, de tudom, hogy 10 hatalmas szűrőberendezéssel rendelkezik ez a medence, és azt is tudom, hogy erre külön köllött villanyhálózatot kiépíteni, meg mindent, ami a következő több tíz évben ez szolgálni fog. Azok az ígéretek, hogy ez a medence működni fog sokáig, reméljük, hogy úgy lesz. A korábbiakban elhangzott, hogy a továbbiak során még itt a medence környékének a rendezésére is hangsúlyt fektetnek. Igen, nekünk ez egy ilyen úgymond turisztikai komplexum van a fejünkbe, tehát a stadion, ami egyik része a futballakadémia projektumának, még hiányzik ez a szerencsétlen leégett kastély, amire megcsináltuk a tervdokumentációt, át van adva több felé, reméljük, hogy segítséget kapunk, és hogy ez is lesz a következő lépés a mi kis életünkbe. És hát végezetül, ugye, de egyáltalán nem mellékes, hogy falunapot ünnepelnek itt Bajsán, és azon kívül, ugye, hogy mint a falunapi ünnepség sorozat egyik legfontosabb része, itt sor kerül majd a medence átadására, ezen kívül milyen programmal készültek még? Az idén úgy gondoltuk, hogy nem sok programot csinálunk, ez az egy év, ez borzasztó volt mindenki részére. A program az lesz, hogy az emberek biztosítottunk főzésre anyagot, zenét, hagyományos lesz a babacsomag elosztás, hagyományos lesz a tanulók díjazása, és reméljük, hogy mindenki, aki itt lesz, jó fogja érezni magát. Ami a baba csomag szétosztását illeti, ugye ez mindig nagyon örömteljes mindenki számára. Esetleg így kapásból meg tudja-e mondani, hogy hány új polgárral gyarapodott Bajs a lakossága ez alatt az egy év alatt? Azt hiszem, tudomásom szerint, vagyis biztos vagyok, hogy 18 csomagot fogunk osztani, tehát ebbe az egy évben 18 újszülött lett, tehát a falunaptól falunapig. Tavaly azt hiszem 22 volt, tehát úgy mozogunk abba a kis keretekbe, de nem rosszabb. Most ugye mindenki a falunapra koncentrál, de hát előttünk még a nyár, valójában a csillagászati nyár az még csak a napokban kezdődött meg, esetleg itt Bajsán. Természetesen tudjuk azt, hogy a járványügyi helyzet tükrében, de a nyár folyamán terveznek-e még valamilyen rendezvényt esetleg? Rendezvény azt hiszem, hogy szeptember közepére van tervezve, tehát a préló hagyományos rendezvény az most már elmaradt, és gondolkozunk egy ilyen nyári fesztiválra, ami összetoborozná a civil szervezeteket, tehát ahova mi megyünk, azokat is szívesen vendégül látjuk, de erről a programról részletesen majd még halljuk egymást. És tényleg végezetül, ugye, ezen a hétvégén úgy tudom, hogy mindenki számára most ingyenes a medencére a belépés, de utána is nagyon kedvezőek a belépőjegy árak. Reméljük, hogy ez így lesz. Őszinte igyekeztünk, hogy főleg a bajsai népeknek ez nagyon-nagyon kedvezményes legyen, mert nagyon-nagyon sok helyi hozzájárulási pénzek, tehát szinte minden pénz rá lett fektetve, hogy ez a medence így nézzen ki, ahogy most kinéz. Elsősorban a bajsaiaknak fog sokat jelenteni, életminőségben, szórakozásban, egy olyan
plusz időtöltési, föltöltődési lehetőséget teremt, amelyik teljesen új, teljesen modern, nem csak látványában, hanem azt gondolom, hogy egyfajta közösségi élet létrehozása szempontjából is egy kiváló fölüdülő eleme lesz a mindennapoknak, a szabadidőnek. Emellett pedig, ahogy mondtam is, ezzel gazdagodik az a különben is már elég gazdag kínálat, ami a topolyai községben már fölépült, létrejött, vagy létrejött folyamatában van. Azt gondolom, hogy az utóbbi években Topolya a község is, és azon belül a sok önkormányzat, többek között a Bajsa is egy hihetetlen szép utat futott be. Létrejött itt egy olyan kritikus mennyiségű akarat, kialakult egy olyan kritikus mennyiségű ambíció, ami megtalálja a megvalósulás útját azoknak az ötleteknek, amelyeket közösen papírra vetnek. Ez a medence is ennek a jó bizonyítéka, ugyanis 65 millió dinár, és sokat kell dolgozni, és sok mindenkit meg kell győzni ahhoz, hogy a hiányzó pénzt hozzárakja ahhoz, hogy kialakuljon a 65 milliós keret. Ezt csinálták itt meg Bajsán, a helyi közösség pénzét megtoldották a helyi járulékból befolyó pénzzel, azt megtoldották az önkormányzatból befolyó pénzzel, némi vállalkozói pénz is van benne, és ennek eredményeképpen alakult ki ez a létesítmény, ami azt gondolom, hogy mindenkinek a hasznát fogja szolgálni. Mától pályázhatnak a fiatalok házvásárlás támogatására. Legfeljebb 10 000 eurót kaphatnak az államtól vissza nem térítendő támogatásként. Az illetékes minisztérium közlése szerint nagy az érdeklődés a falusi házvásárlás iránt. A pályázat feltételei között szerepel egyebek mellett, hogy a pályázó nem lehet idősebb 45 évnél, és nem szerepelhet a nevén ingatlan. A kiírás vonatkozik házaspárokra, élettársi kapcsolatban élőkre, egyedülálló szülőkre és fiatal mezőgazdászokra, utóbbiak akkor pályázhatnak, ha több generáció él egy háztartásban. Szerbiában mintegy 200 ezer ház áll elhagyatottan, mintegy 4700 falut pedig lassan az eltűnés veszélye fenyeget. Vannak, ahol a lakosok száma kevesebb, mint 50, és az átlag életkor 70 év körüli. Több település esetében a faluban nincs egészségház, iskola, de még bolt sem. A minisztérium honlapján a pályázattal kapcsolatos összes információ megtalálható. Az Árpának már nem árt az extrém meleg idő, a végéhez közeledik a betakarítása. A búza hozamát még befolyásolhatja a kényszerérés. A betakarított árpa esetében 10-11%-os nedvesség tartalmat mérnek. A napokban megkezdik az olajrepce kombájnozását is. Az Árpára eddig viszonylag kedvező volt az időjárás, és jó átlaghozamokat jegyeznek a növénytermesztők. Az első eredmények szerint a hozamok hektáronként 6 és 8 tonna között alakulnak. Az évek óta jól karbantartott és egyébként is kiemelkedően termékeny földeken teljes agrotechnikával már az egy vagon is elérhető hektáronként. Idén megtartják a Dombos Fesztet. A Kishegyesi Fesztivált július 8-a és 11-e között tartják meg. A nyitókoncertet csütörtökön Szabó Balázs triója tartja, őket pedig a Parnográszt követi. Pénteken a kis színpadon a Gyémánt Bálint trió fog zenélni, szombaton este 7 órakor a Kalabár Cirkusz tűrzsönglőrei és fénytáncosai szórakoztatják majd a nagy érdeműt, majd este a nagy színpadon Lajkó Félix és zenekara zenél, miközben a Löszfalon a Flock projekt vertikálisan táncol élő zenére. A vasárnapi zárónapon Pár Julcsi gyermekprodukciója babonázza majd meg a kicsiket és a nagyokat is valószínűleg egyaránt, este pedig az 5. évszak zenél a nagy színpadon, a kis színpadon pedig a Bazseva zenekar.
A TSC labdarúgó csapata a szlovéniai edzőtáborban lejátszotta első edzőmérkőzését. A tábor csapata ellen 2-0 arányban nyertek, a gólokat Zéc és Banyac lőtték. Még két mérkőzést játszanak Szlovéniában, a szuperligás bajnokság július 17-én kezdődik. Harmadik alkalommal rendezték meg a fitness napot Topolyán, amelynek a mottója a legfontosabb az egészség volt. A szervezők olyan mozgásformákkal készültek, amelyeket kicsik és nagyok egyaránt kipróbálhattak. Az eseménynek humanitárius jellege is volt. A tombolából és az adományokból befolyt összeget a topolyai Betesda szeretetszolgálat javára ajánlották fel. A topolyai sportnapot a korábbi években tavasszal szervezték meg egyébként. A járványügyi helyzet miatt idén ez nyárra tolódott ki, de a tervek szerint jövőre ismét tavasszal szervezik meg. Kedden sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, kevés zápor vagy zivatar csak helyenként alakulhat ki. Többfelé élénk lökések kísérhetik a déli-délnyugati szelet. A reggeli órákban 15 és 22, a délutáni órákban 33 és 38 fok közötti értékeket mérhetünk. Szerdán is folytatódik a nyárias meleg idő. Kedves nézőink, önök legújabb híradónkat látták, nem maradt más hátra, mint hogy valamennyi munkatársam nevében megköszönjem az önök megtisztelő figyelmét, további jó tévézést kívánunk önöknek!